Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és igen, jól olvastad. Ebben a videóban a legrosszabb nyelvtanulási módszert szeretném bemutatni, amellyel valaha találkoztam. Nos, nagyon sok videót készítettem már arról, hogy milyen módszereket tartok ideálisnak, vagy hasznosnak, vagy követendőnek, úgyhogy arra gondoltam, hogy ebben a videóban be fogom neked mutatni a legrosszabbat, amivel valaha találkoztam, és nem kell megijedni, nem a magyar oktatási rendszert fogom bírálni, ez a módszer, ez egy kínai módszer lesz. Következő a történet. Néhány évvel ezelőtt én kínai diákokat is tanítottam angol nyelvre itt Magyarországon, és mint minden nyelvtanfolyam, ez is egy szintfelmérővel indult, ahol is a kínai diákok nagyon-nagyon magas pontszámot kaptak, tulajdonképpen ők voltak a legjobbak az egész nemzetközi csoportban, és egy C1-es, tehát egy nagyon magas szintű kategóriába kerültek. És nagyon vártam már az első órát, hogy sok kérdést feltegyek, és egy jót beszélgessek ezekkel a kínai diákokkal, és meg kell, hogy mondjam neked, hogy ez az első közös óra egy óriási csalódás volt. Egyszerűen ezek a diákok alig tudtak beszélni, tehát egymásra néztek, zavarba voltak, és nagyon egyszerű és nagyon rövid mondatokkal válaszoltak a kérdéseimre, ha egyáltalán válaszoltak. Amikor valamilyen feladatot adtam nekik a könyvben, akkor az nagyon jól ment, de amikor megint elkezdtünk beszélgetni arról az adott témakörről, akkor megint tulajdonképpen leállt az óra. És egyszerűen nem értettem, hogy ez miért van, hogy miért van az, hogy amikor ilyen jól megy a szövegértés és a tesztkitöltés, akkor ennyire rosszul megy a beszéd. És a fél év során elég sokat beszélgettem ezekkel a kínai diákokkal, akik elmondták nekem, hogy a kínai nyelvtanítás, tehát a Kínában az angol nyelvtanítás egészen másképpen működik, mint a magyarországi, vagy ahogy azt mi gondolnánk. A csoportok nagyon nagy számúak, tehát nem 5-10-15 diák van egy csoportban, hanem 60-80-100, és lényegében abból áll az angol nyelvtanulás náluk, hogy egy adott szöveget kell feldolgozni, és különböző tesztkérdéseket és nyelvtani szerkezeteket kell megérteni, és azokat kell kitölteni ebben a tankönyvben. És a nyelvvizsga is úgy néz ki, tehát úgy mérik le, hogy egy kínai diák mennyire tud jól angol nyelven, hogy teszteket töltenek ki, illetve egy olvasmánnyal kapcsolatban kell kérdésekre válaszolni. Tehát lényegében azt kell, hogy mondjam neked, hogy beszéd, felmérés egy, és beszélgetés, mint oktatási módszer, az lényegében egyáltalán nem létezik. Ezért ment annyira rosszul a beszélgetés óra ezekkel a kínai diákokkal. Hogy még jobban érzékeltessem ezt, ez tulajdonképpen olyan, mintha azt mondanám neked, hogy itt van egy kresszkönyv, van benne 10 fejezet, minden fejezet után én iratok veled egy tesztet a kresszkönyvből, és amikor véget ért a fejezetek sora, és az összes tesztet megcsináltad, akkor a kezedbe adok egy slusszkulcsot, és azt mondom, hogy irány az M7-es, mindent kitöltöttél a tesztkönyvben, menjél az autópályára, és sok sikert a vezetéshez. Ez körülbelül ilyen. Úgyhogy én épp azért is javaslom minden egyes diákomnak, legyen az kezdő, haladó, középhaladó, vagy olyan, aki még soha életében nem tanult angol nyelvet, mert ilyenre is van példa, hogy már a leges-legelső órától kezdjen el beszélni. És tulajdonképpen ezt javaslom nektek is, tehát nem tudom, hogy ki milyen angol nyelvtanulási programban vesz részt, ha részt vesz-e egyáltalán, de már a leges legelején a kezdés, a tanfolyam legelső napjától kezdjetek el beszélni. Amikor én egy teljesen kezdő diákkal foglalkozom, akkor ő általában ezt nem is érti, és megkérdezi, hogy miért jó az nekem, idézőjelbe, ha az ő makogását hallgatom, és arra azt szoktam válaszolni, hogy mert így fogsz fejlődni, és így fogsz egyre jobban angol nyelven beszélni. Tehát teljesen mindegy, hogyha csak 2 igeidőt és 100 angol szót tudsz,
nem számít, mindenképpen kezdjél el beszélni, vagy a tanároddal, vagy a barátaiddal, vagy a csoporttársaiddal, teljesen mindegy, mert szépen, folyamatosan, idővel egyre jobb lesz, és egyre jobban fog fejlődni a beszédkészséged. Tudom, hogy az ünnepekre készülünk, és most mindenki az angol tanulást egy kicsit hanyagolni fogja, de én azt javaslom neked, hogy ha beszélgetni nem is tudsz másokkal, vagy nem is akarsz beszélgetni most másokkal, nézz minél több angol nyelvű filmet és sorozatot az ünnepek alatt, akár felirattal, akár felirat nélkül. Ezen a csatornán nagyon sok videót találsz azzal kapcsolatban, hogy hogy tudsz ezekből az angol nyelvű sorozatokból minél több angolt felszívni, és minél több angolt elsajátítani. Úgyhogy próbáld meg az ünnepek alatt is szinten tartani az angol tudásod ezzel a módszerrel, és kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek. Viszlát legközelebb!